különleges sportteljesítménnyel fogod megörvendeztetni az embereket. Mi ez? Ez a freestyle foci, ami igazából 10 évvel korábban kezdtem el, még 2004-ben, mikor volt egy sérülésem, ami a hagyományos labdarúgásból származott, és így igazából változtatnom kellett, mert a normál labdarúgásnál már folyamatosan éreztem ezt a sérülést, és így találtam egy ilyen videót az interneten, ez volt a Sofiane Tuzani videója, amit hát miután megnéztem, így kedvet kaptam hozzá, hogy ilyen trükköket gyakoroljak, és így a gyakorlás folyamán átváltottam erre a sportra. Ciao, sono Ivan Filini, autista e DJ. Amore mio, non sai quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza, amore. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei il mio amore. Mi az, amit el lehet tanulni, érdemes eltanulni, vagy mi az, amit esetleg érdemes tovább fűzni? Van olyan? Hát átlagosan igazából, amit a focisták is szoktak csinálni, egy-két ilyen alaptrükk, de aki már versenyre akar járni, egy kizárólag freestyler, azok már az ilyen komolyabb trükköket csinálják, amihez már nagyon sok időt kell befektetni. Ezek már nem egy egyszerűen elsajátítható dolgok. Volt az első versenyem, az egy világbajnokság volt, ahol egy harmadik lettem, meg 2007-ben volt egy első magyar champs részletfoci versenyem, ez országos bajnokság volt magyar, ott első lettem, 2009-ben voltam kétszer Hollandiában első, ugyanebben az évben volt egy energiaitalos cégnek egy ilyen rendezvénye, az is országos bajnokság volt, ott is első helyet sikerült megszereznem. Kik szorongatnak a magyar mezőnyből? Tudtok egymásról? Persze, tudunk egymásról mindenkit. Így magyar mezőnyből úgy nem nagyon szorongatnak, inkább ilyen nemzetközi szinten van egy-két versenyző, aki talán, hogyha rosszabb formában vagyok, akkor ők talán. Gloria.
film.